Kezdődhet az etetés, Henri. Van kék pirula, zöld pirula, nagy sárga pirula, csak győzzék lenyelni. Na és ki kapja a desszertet? Ma a heteske. Az amnéziás lotyó. Arra számítasz, Romeo, hogy ezúttal nem harap beléd? Végül is amnéziás a kicsike, nem? A világon semmire se emlékszik. Szép jó estét, heteske! Látom, elmentek hazúrról. Ó, angyalom! Sejtelmet sincs, hogy hova kerültél. Ha megígéred, hogy nem rukkapálsz, könnyítek az öltözékeden, na mit szólsz? Hallgatás, beleegyezés. Jól van. Nyugodtan engedd el magad. Zsokó majd felfrissíti az emlékezetet. Zsokó gondoskodása mindenre kiterjed. Segíthetek? Jó kislány. Tévednek, nem csináltam semmit! Szerintem nincs magánál. Kit izgat? Meg sem mozdul. Annál egyszerűbb. Figyelem! A központ utasítása. A 11-es körzet minden járőrkocsija haladéktalanul csatlakozzon a 3-as körzetben folyó nyomozáshoz. A keresett személy 170 cm magas, középkorú. Két felöltő visel, fegyver nincs nála. Ő Duncan MacLeod, a hegylakó. 1592-ben született a skót felföldön, és még mindig életben van. Halhatatlan. 400 év alatt volt már katona. Szerető. És vándor. Eközben állandó élet-halálharcot vívott más halhatatlanokkal. Az erősebb a másik fejét veszi, és ezzel együtt életerejét is. Én figyelő vagyok. Egy olyan férfiakból és nőkből álló titkos csoport tagja, akik figyelik a halhatatlanokat, de nem avatkoznak be. Mindent tudunk róluk. Végül csak egy maradhat.
Lehet, hogy ez ő lesz, Duncan MacLeod. A hegylakó. A hetes számú paciens. Ne félj, semmi baj, csak... Tudod, csak... Elaludtam. Talán itt laksz? Nem. Kissé kényelmetlen. Hogy hívnak? Nem tudom. Az hogy lehet, hogy nem tudod? A saját nevét mindenki tudja. Beteg vagy? Talán igen. Akkor haza kéne menned. Igazad van. Ó, a szemek. Mindig a szem okozza a legnagyobb fejfájást. A mancsokkal nem kell ennyit vesződni. De még a fogakkal sem. Mert az utóbbiak csak az indulat kifejezői, a haragé. Valójában pofon egyszerű. De a szem egészen más. Nem könnyű megbirkózni vele. Mit gondoltok, miért? Laszlo? Szerinted, Zepp? Mert a szemben tükröződik az intelligencia. Azt sem tudod, eszik-e vagy isszák. A feladat egyértelmű volt, a célpont tiszta. Tele gyógyszerrel, egy kórházi ágyban hevert. Még egy nyomorult fehér népet sem vagytok képesek eltenni láb alól. De Vladics tábornok, a lány elmenekült. Ó, szűzanyám, csak nem! Azt hitted, birkamódra tűri, hogy lepuffantsák, mint azok a nyomorult parasztok garazdában? Tudtommal katonák vagytok! De... Ha a harcmezőn művelnétek ezt, mindketten meszes gödörben végeznétek. Még csak golyót sem pazarolnék rátok. De szerintem nem kéne utána... Pontosan! Teljesítsétek a parancsot, öljétek meg a lányt, és hozzátok el a testét, akár a föld alól is kerítsétek elő. Vagy a ti trófeátok is felkerül a falra. Vladics tábornok, uram, valami nem stimmelt a lánnyal. Úgy van, hogy még mindig él? Nem egészen. Másról van szó. Szerintem nem előlünk bújtált. Meg sem ismert minket. Ne beszélj badarságot, hogy ne ismert volna meg. Laszlo? Milyen izgalmas. A kis barátnőnk emlékezett kiesésben szenved, azt sem tudja, ki fia borja. Mosolyogj! Ez ugyanis megkönnyíti a munkád. Hogyan? Mert az emlékei nélkül csak az ösztöneire hagyatkozhat. Mint az üldözött vad. Vadásztál már nagy macskára? Hogy vadásztál volna, mielőtt katonát faragtam belőletek, a klotyót sem tudtátok lehozni. A sebzett állatot átjárja a félelem. Megzavarodik. Igyekszik behúzódni valami védett helyre, ahol kiismeri magát. Őt is megsebezték. Ezért megpróbál elrejtőzni. Itt! Biztos itt akar kiszállni, hölgyem? Ha
Nem. Mit csinál? Teljesen elment az esze! Azt hittem, fegyvere van! Nézze, mit művelt! A telefonom! Na, na, inshallah-i! Oké, szávajábi. Enájám sí al nászási. Szafihlási bihrút. Csütörtök. Beszél arabul? Úgy tűnik. Úgy tűnik? Fogalma sincs, beszél-e arabul vagy sem? Kíméljen meg, ha nem kér semmit, tűnjön el. Kérek egy újságot, mondjuk azt ott. Ennyi? Házi lövöldözés, a rendőrség egy nőt keres. Várjon, meggondoltam magam. Inkább mégsem kérném. Nincs nálam pénz. Ugye nem a rendőrséget hívja, ne? Könyörgök, ne adjon fel! Nézd, gúljon, az öcsémnek telefonálom. Kérem, ne hívja őket, nagyon szépen, kérem! Az... Kérem! Rendőr! Rendőr! Kira! Én vagyok az! McLeod! Vigyázz! Kira! Miért csinálod ezt? Nagyon örülnék, ha megmagyaráznád. Kira? Jézus, miért kaptál? Kira! Hagyd már abba, nem akarlak bántani! Ismerjük egymást. Barátok voltunk. Barátok? Akkor miért üldöztél? Mert menekültél. Barátok voltunk. Legalábbis azt hittem. Mi történt veled? Nem tudom. Előkerült az amnéziás beteg. A szemtanú szerint a folyóparti raktárak. Téged keresnek? Mert nem engem, azt tuti. Mit követtél el? Nem tudom. Értsd meg, kérlek, nem tudom. Később folytatjuk, most gyere. Nézd, vagy ők, vagy én. Döntsd el, de még maha egy mód van rá. Kira. Kira.
Kira, tessék, nem mond semmit sem. Pedig így hívnak. Te legalábbis ezt állítod. Valamire csak emlékszel. Egy szobára. Egy fehér szobára. Gyógyszerekre. Egy kórház. Folytasd. Meg kell próbálnod. Mi a baj? Jézusom. Lőttek is. És ott feküdt egy férfi, meghalt. Mit jelent ez? Gondolkodj. Nem megy. Fogd már fel, hiába erőltetem, nem jutok semmire. Hagyjuk ezt, felejts el. Meg akarsz futamodni, tessék? De hová mennél? Hivatalos papírok és készpénz nélkül. Hiszen azt sem tudod, hogy ki vagy. Az jobban izgat, hogy te ki vagy. Miért bízzak benned? Csak egyetlen észérvet mondj. Mert egyedül rám számíthatsz. Egész napot szobroztunk, de nem bukkant fel. Majd felbukkan. Idő és türelem kérdése is, ha előjön, a ti karjaitokba rohan. Mi meg ekkora felhajtás? Felesleges. Ha úgysem emlékszik semmire, minek hajkurásszuk? Előbb vagy utóbb eszébe jut minden, és rögtön a nyomomba ered. Inkább legyek ragadozó, mint elejtett préda állat. Jobban járok. Ezek itt mesélhetnének. Ez aztán jól esik. Örömmel látom. 10. századi mortál. Umayyad stílus. Szép darab. Valóban az. De honnan tudtad? Jó kérdés. Vajon honnan? Hol tanul az ember ilyesmit? Nézzük. Talán történész vagyok. Vagy műkereskedő. Híres művész, régész, ilyesmi. Lehet. Persze, nem biztos. Tényleg a halhatatlan mese. Vagy? A nevem Kira. És régóta ismerjük egymást, egész pontosan 400 éve. Ha utána számolok, tulajdonképpen csak 350. Franciaország 1640. Fogadós! Bort! Egy üveggel! Na nézd csak! A királynő hűszolgája. Parancsoljon! Nőre bízzák a férfi munkát. Még hajnal előtt leteríti a fáradtság. Ha nem, hát én terítem le. Megbocsássanak! Egy úriember nem beszél így hölgyekkel. Ezek nem úriemberek. A hölgy pedig nem szorul védelemre.
Tán el is felejtetted már, milyen érzés nőnek lenni. Egy belevaló férfi újra eszedbe juttatná. Miféle férfi? Csupán két rusnya varangyot látok a gaz Richelieu szolgálatában. A bíboros Isten nevében munkálkodik. Erősen kétlem, hogy a jóisten koszos kuplerájokban tölteni az idejét. Árulják el. Igaz, hogy szegény Richelieu szifiliszes? Egész szép teljesítmény lenne egy eunuchtól. Tad nem is eunuch. Bár az beszélik... Ővel illetnéd, ő felsége Anna királynőt. Hangosabban. Ő egy szent. Hát, Richelieu bíboros. Mi lesz? Jön már ki. Egy patkány. Egy csatornától bűzlő, alattomos, áruló patkány. És az is marad. Valami azt súgja, nem nagyon rajong Richelieu bíborosért. Hogy vág az esze? Scott, ha nem tévedek. Duncan McLeod, a McLeod klánból. És a kisasszony? Halálfáradt. Fogadós, adjon egy szobát. Hát ott tartok, a szoba már foglalt, de szíves öröm, és megosztom önnel. Szigorúan erkölcsös körülmények között természetesen. Természetesen. Fogja. A részem. Csak egy ágy van. Akkor bizony mi is csak egyet tehetünk. Öljük meg a fogadóst. De, hogy az ágy természetesen az öné. Ez miért természetes? Hölgyeké az elsőbség. Szóval ezért verték le az angolok a skótokat. Az ágyat megosztjuk. Szigorúan erkölcsös módon. Szigorúan erkölcsösen. Roppant szigorúan. Miért hergelte fel azt a két alakot? A királynő holnap erre hajtat. A bíboros emberei nem zaklathatják. A királynő testőre vagyok. Remekül végzem a munkát. Meghiszem azt. Eddig egy skóttal sem találkoztam. Igen? Mondja. Igen? Jól felszereltek? Pontosan mire gondol? A fegyverzetükre. Maga hogy értette? Hát a franciák fogpiszkálói nem rosszak, de igen aprócskák. Úgy találja? Alig pár percig bírják. A skót férfi fegyvere egészen más. Ha egyszer rákezdi, nem lehet megállítani. Igazán? Bizony. Két kézzel alig érné át. Már egyáltalán átérni. Bizonyára túloz. Dehogy. Egy cseppet sem.
Megmutatom, ha eljön Skóciába. Skóciába? Miért talán azt képzeltem magammal cipelem ide? Az ajtón se tudnám bepréselni. A kardjáról beszél. Hát persze, hogy arról. Miért maga, mire gondolt? Én... Bocsásson meg, csak én nem... MacLeod. Tudod mi? Nem. Hát maga? Én sem. Mit gondol, mi lehet az oka? Van egy sejtésem. Megosszom kegyeddel. Szigorúan erkölcsös? Akkor mutassa. Ha azt várod, hogy ezt elhiggyem, akkor te szorulsz kórházi kezelésre. Mégis jobb, ha egyedül vágok bele. Van egy anyajegy a combodon. A bal lábad belső oldalán hasonlít egy pillangóra. Fordulj el! Úristen! Szóval mi ketten tényleg... szeretők voltunk? Vagy talán egészen... Kérlek, tudnom kell. Egyszer. Egy éjszakára. Utána barátok voltunk. De több mint 100 éve nem láttalak. Feledhető éjszaka volt. Úgy gondolod? De én megjegyeztem. Rendben, lehet, hogy ismertél. De a többi maszlagot... nem veszem be. Ez meg mi? Mit művelsz? Hát mégis igaz. Szóról szóra. Akkor miért nem jön elő? Barátaim voltak, családom, saját életem. Hogy eshet ki több száz év? Védekező amnézia. A túl nagy csapásért minket kikapcsol az agyunk. De csupán átmenetileg helyre fogsz jönni. És ha nem kellenek az emlékeim? Mi van, ha gyilkos vagyok?
Ők azok. Nem szeretem, ha ezt csinálod. Még lezuhansz? Meg se kottyanna. Amúgy pedig, onnan jobb a kilátás. Mindjárt utazunk nyaralni. A fenébe a Nemzetközi Bírósággal. Nincs több firkász, riporter, névtelen fenyegetés. Jóságos ég, nem fogunk unatkozni. A szórakoztatás az én dolgom. 6 hónapig űrcölés után jár ennyi. 6 évet is rászántam volna, hogy Vladicsot egy életre börtönbe juttassam. Hallhatatlan, úgyhogy nem egészen. Ha rajtam múlik... Tudom, a fejét veszed. De az emberiségnek ártott. Ezért ők büntették meg. Tudom. De most nem törődünk ezzel, jó? 1 hónapig se perek, se háborúk. Hát a fegyverek... Mind itt hol hagyom. Csak az bánt majd, ha elfogy a pezsgő. Vagy a kaviár. Vagy az osztriga. Nem indulunk? Gyakorlás. Nem mozdulj. Halló? Megjött a taxi. Egy pillanat, már is nyitom. Igen, itthon, de éppen... Megismételni? Mikor? Thank you.
volna. Enyém 44-es. Átalakított. Bizony keresztül lyukatna. Sőt, a cimborádat sem kívülné. Persze, a lányok könnyen kiborulnak, ugye? Talán mellé lövök. Mit szorongatsz ott? Jézusom! Mégis sikerült? Ezt Vladicsnak küldöm, és üzenem, hogy látni akarom. Nyomás! Erre lepuffantotta az ajtón keresztül. Kiszámíthatatlanság, igen ügyes taktika. Mégis jobb így. Mert hogy? Így ő járul az én színem elé. Az én szabályaim szerint folytatjuk le a küzdelmet. És ezúttal nem hagyom futni. Vidd fel! Az obszervatóriumnál várom. Hánykor? Nem lényeges, előbb ott leszünk. Szóval visszajöttél. És amiről az újságok cikkeztek? Nem én voltam. Vladics tette. Milos Vladics? Katonai sikernek nevezte a népirtást. A tárgyalás után meggyilkolták a legfelsőbb bírát, Albrightot. Richard. Richardnak hívták. Találkoztál már igazán jó emberrel? Akit... nem érdekel a pénz, a hatalom, a hírnév. Akihez nem ér fel a kísértés, a korrupció. A testőre voltál. Remek munkát végeztem. De nem ilyen egyszerű. Testőrként ismertem meg. Hogy szerettem. Richard soha nem csüggett. Senkinél nem találkoztam ilyen erős hittel. Igazság, könyörület. Mindenek felett. Mellette úgy éreztem, simogató fény vesz körül. 10 éven át meglód. Tökéletes boldogság. De valaki szétszúzta. Tudod, milyen érzés? Képzeld, tudom. Ha esetleg nem térnék vissza, és Vladics babot lesz. Elég tételt veszek. Köszönöm.
lövés volt. Oh. Úgy jó, ha esélyük sincs menekülni. Úgy bizony. A te bírócskádnál különösen élveztem. Gyerünk! Várj! Ne! Ó, kérlek, ne! Várj! Sajnálod? Mit? Megbántad, amit tettél? A nők, a gyerekek meg a birkák sajnálkoznak. Semmit nem bántam meg. Akkor én sem gyötröm magam. Várj! Mit akarsz csinálni? Zepp? Zepp? Tovics? Mi a helyzet? Sajnáljuk, jelenleg minden tető házon kívül van. Hol a pokolban jársz? Hihetetlen. Egy megbecsült tábornok. Egy háborús hős. És mindössze két ilyen féregnet ellen. Magadra maradtál. Elvesztél. Nem néz meg senki. Milyen érzés? Nincs több fegyver. Senki, aki elvégzi a mocskos munkát. Csak mi ketten. Na meg ez? Mindent megkaptál. Bírókat, bűnpereket. Mégsem voltál képes megállítani. Vladics még mindig itt van. Itt. Én is hibázom néha. De most helyrehozom. A legnagyobb hibát, hogy ide merészkedtél. Egy nő ne próbáljon harcolni. Harcolni? Szerinted te azt teszed? Ezer évet végig harcoltam. Mit tudsz te erről? Te mészáros. Látom, nem esett bajod. Richard nem ilyen ítéletre vágyott, de jobb, mint a semmi. Tőlem ennyit elég. A rendőrséggel mi lesz? Továbbra is keresnek. Utazom tovább, ahová hívnak. Valakire mindig kell vigyázni. Tudod, hogy van ez? Kira, ha bármibe segíthetek... Kösz. De a hölgy nem szorul védelemre. Még emlékszem. Már én is. Magyar hangok. Gesztesi Károly, Vas Gábor, Orosz Anna, Áron László, Koncz István, Tóth Roland, Zubornyák Zoltán. Magyar szöveg Galavics Anna. Vágó Kozma Judit.
Hangmérnök Bán Péter. Gyártásvezető Mázsár Gyula. Szinkronrendező Aprics László. A szinkron az RTL Klub megbízásából a Mikroszinkronban készült.